Pénteken újra a Vatikánba látogatott Novák Katalin. A köztársasági elnök és Ferenc pápa egy éven belül harmadszor találkozott. A mostani találkozó fő témája az ukrajnai béke lehetősége volt. Ferenc pápa magyarországi látogatásáról hazatérve a Vatikánba a repülőúton jelentette be, hogy békemissziót indít, Novák Katalin pedig az utóbbi napokban Budapesten a béke egyik előmozdítójaként ismert Recep Tayyip Erdogan török elnökkel egyeztetett, majd Kárpátaljára és Kijevbe utazott. A magyar államfő többek között egy Szűz Máriát a gyermek Jézussal ábrázoló ikont is hozott Kárpátaljáról a katolikus egyházfőnek, valamint egy olyan albumot, amely Ferenc pápát a magyarországi látogatásra emlékezteti. A kötetbe a Szent Atya azt írta, Magyarországról terjedjen el a béke üzenete a háborútól sebzett Európában. Novák Katalin a szentszéki államtitkárral, Pietro Parolin bíborossal is megbeszélést folytatott, amelynek központi témája az ukrajnai háború befejezése és az ország humanitárius helyzete volt.